Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket az Árnyék Kormány sajtótájékoztatóján. Súlyos következményekkel jár az Orbáni politika. 2022. novemberében országos üzemanyaghiány alakult ki Magyarországon. Mára nem csak kis települések, nem csak vidéki városok vonzás körzete érintett, hanem akár a főváros is, és nem csak kiskutaknál hiányozhat a benzin és a gázolaj, hanem gyakorlatilag bármely kútról. Ezt személyesen is tapasztaltam, amikor tegnap Budapesten szerettem volna tankolni. A hatodik próbálkozásra sikerült, 5 benzinkútnál mondták azt, hogy jelenleg nincs üzemanyaguk. Ha ez van Budapesten, akkor ez van az ország azon részein is, ahol kilométereket kell autóznunk azért, hogy egy másik benzinkútat találjunk, abban a reményben, hogy ott már tudunk tankolni. A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán kormány alkalmatlansága és kormányzó képtelensége mára az ország működését veszélyezteti. Az emberek nem fognak tudni eljutni a munkahelyükre, gyerekek nem fognak eljutni az óvodába vagy iskolába, az áruk nem fognak eljutni a boltokba, a mentők nem fognak eljutni a következő beteghez, ha nem tudnak tankolni. Orbán Viktor 12 év alatt nem csak egy megélhetési válságba sodorta hazánkat, hanem azt kockáztatja, hogy teljesen leállhat a magyar gazdaság és az egész ország. A DK szerint minden nappal, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, egyre közelebb fogunk kerülni az összeomláshoz. Az üzemanyaghiány egyébként teljesen ismeretlen fogalom az egész Európai Unióban. Nincs köze se a háborúhoz, se a szankciókhoz, ehhez egyedül Orbán kormány gazdaságpolitikájához van köze. Tönkretették a forintot, megfizethetetlenné tették az élelmiszereket és az üzemanyagot, mostanra pedig csak azt sikerült elérniük, hogy már drágán sem fogunk tudni tankolni, vagy bizonyos élelmiszereket venni. Orbán Viktor hiánygazdaságot csinált Magyarországból, ez pedig az eddig megszokott életünk és a magyar gazdaság összeomlásával fenyeget. A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán kormány alkalmatlansága és kormányzás képtelensége mára az ország működését veszélyezteti. Emberek nem fognak tudni eljutni a munkahelyükre, a gyerekek nem fognak eljutni az óvodába vagy az iskolába, az áruk nem fognak eljutni a boltokba, a mentők nem fognak eljutni a következő beteghez, ha nem tudnak tankolni. Orbán Viktor 12 év alatt nem csak egy megélhetési válságba sodorta a hazánkat, hanem azt kockáztatja, hogy teljesen leállhat a magyar gazdaság és az egész ország. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!